Hát a hétfőn történt metróbaleset feltehetőleg több tényező együtthatására következett be. Az egyik ilyen, amit lehet hallani, az a nedves, a sínekre hullott őszi falevelek rovására lehet írni. Mi a jelenség oka és mi lehet a 10 ember sérülésével végződő metróbaleset oka? Arról Komolcsény Zoltán közlekedésmérnökkel, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi adjunktusával beszéltünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ezt a levél ügyet, ezt valahogy oldjuk már meg. Hogy lehetséges az, hogy egy metrószerelvény megcsúszik a nedves faleveleken? Itt a felszíni szakaszról beszélünk, ugye ez az Ősvezértere és a Pillangó utca közötti rész, és hát fújt a szél, ugye ősz van, falevelek lehullottak, esett az eső, ez rákerült a sínekre, és sajnos ott is maradt. Most ez nem egy elszigetelt jelenség, tehát beszélgettem villamosvezető barátaimmal, és mondták, hogy a budai rakpart az lényegében hasonló szokott lenni, csak hát a villamos kicsit könnyebben tud megállni, ott nem okoztál ekkora problémát. Nem akarok belebeszélni, de nyugodtan. Ez ilyen mérhetetlenül egyszerű. Hogy csak egyszerűen megcsúszhat rajta a szerelvény. Sajnos igen, mert ugye, ha vas gurul vason, akkor ez egy nagyon jó állapot, ugye kicsi a görbe, minden kicsi, minden jó. Igen, csak erre meg azt megadta, 20 évig egyszer sem csúszott meg a metró szerelvény. Lehet, hogy megcsúszott, csak nem tudjuk. Nem volt baj belőle. Szóval én el tudom képzelni, mert ez nem most kezdett ott, ugye a fák azok régóta ott van. Persze, ezért kérdezem, hogy jó, tehát alapvetően ez nap mint nap előfordul. Valószínűleg előfordulhatott, csak nem történt baj, és akkor nem tudunk róla. És ez azt jelenti, hogy a világ bármely pontján, bármikor előfordulhat, ahol falevelek vannak. Előfordulhat, hát mondjuk vannak azért műszaki megoldások, ami ez elkerülhető, tehát éppen a meséltem tanítványomnak. És ez nem a seprű? Volt seprű is, tehát a régi villamosokon volt egy helyes kis seprű az első kerék előtt, ami lesöpörte, de hát van, ugye fékezésnél is vannak más technikák, tehát ugye akkor sínfék, amikor egy mágnes a sínhez hozzá tapad és azzal fékez, amit jó, nem zavarják a falevelekre. Akkor beszéljünk erről, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni, hogy ilyen máskor ne fordulhasson ez, mert most szerencsére nem történt halálosérülés, de hát azért mondjuk ne bagatellizáljuk el. Erre lehetne valamiféle megoldást találni? Hát bizonyos megoldást, hogy próbálkoztak, tehát amennyire hallottam, hogy ott homokot szórtak már a sínre, pont ott a megálló környékén, ahol ugye fékezni kell intenzíven. Hát ez az egyik megoldás, hát nyilván vannak korszerűbb megoldások. Nyilván a jármű is lehet olyan, ugye ez egy metrókocsi, amiről beszélünk, na most ha állandóan a felszínen kell közlekednem, állandóan ilyen problémáim vannak, akkor egy sínféket ráteszek, ugye ez egy erős mágnes a jármű alján, és hogyha kell, akkor a sínhez, mint egy mágnes oda ragad és úgy próbál fékezni, amit nem zavartak volna falevelek. Ugye ez föld alatra készült, ott nincs ilyen probléma, tehát ezért nem volt rajta ilyesmi. De például a hév esetében, ugye az csak a felszínen közlekedik, és termeténél fogva azért az egy mégiscsak a metróhoz hasonlítható, nem a villamoshoz, ott ilyen, vagy a vonatoknál nem fordulhat elő? Hát előfordulhat ugye a vonatoknál is, de ott az lényegesen nagyobb a tömeg. Hát a hévnél is azt mondom, picit azért nagyobb a tömeg, meg nagyobb a sebesség, meg ugye a menetszél is valamit azért ki tud fújni alóla. Meg hát még egy fontos dolog van, hogyha nem olyan pontosan kell megállni, mint a metrónál, ugye itt centiméter pontossággal kell megállni. Hát most a vonatnál egy méterrel előrébb álltunk meg, hát akkor a kedves utas persze, hát ott van. És még egy fontos, hogy nincs a közelben senki. Tehát nem úgy kell megállnom, hogy ott áll előttem valaki, és a hátam mögé becentizni, hogy úgy mondjam magam. Ez azt jelenti, hogy közlekedés biztonság szempontjából a metró egy veszélyes üzem? Úgy értem ezt, hogy jobban oda kell figyelni, mint a vasúti közlekedésnél, vagy a villamosok esetén? Én azt mondom, hogy is. Ugye itt ami a nagy különbség, hogy itt nem ugye a felszíni közlekedés azt mondja, hogy látra közlekedünk, tehát látom, hogy ott van előttem valaki. Ugye a metrónál ez úgy szokás, hogy előttem van egy vonat, utána van még egy fékúttávolság, utána van még egy vörös jelzés, ha valami baj van, becsúszok a vonat mögé, de mindenképpen mögöttem meg tudok állni. Most itt egy korszerűbb technikát alkalmaznak már, és ez nem egy normál üzem, amit most történt tulajdonképpen, ugye úgy, hogy ellenőrzött kézi vezetés volt, tehát a vezető vezetett, nem az automata vezetett, és hát ugye az automata az pontosan meg tudja mondani, hogy hol kell neki megállni, és nincs előtte olyan közel senki. Tehát itt az a működésmódnak a lényege, hogy mit mondott, hogy van egy szakasz, ahol be tudok csúszni. Uh-huh. Itt a vonat maga mögött egy akkora távolságot tart, így képletesen mondom, hogy ha lassan megyünk, közelebb engedem a másikat, ha gyorsan megyünk, messzebb tartom a másikat. Tehát kommunikálnak egymással a vonatok, például meg a földi berendezéssel. Tehát abszolút biztonságos. Ez egy szerencsétlen szituáció volt most az itt. Tehát akkor ön azt mondja, hogy rendszer szintű problémáról azért nem lehet beszélni. Tehát ön hogy látja, hogy önmagában ez, ahogyan a metrók működnek, most 2016 év végén, ez önmagában egyébként biztonságos? Én azt mondom, hogy abszolút biztonságosnak tartom. Tehát annyi biztonsági dolog van a rendszerben, hogy ha bármi baj van, akkor ugye azonnal fékezünk, megállunk. Tehát ez egy szerencsétlen helyzet volt most, hogy... Tehát még az a vezető kezében is vannak bizonyos, mert ugye olvastuk, hogy még ütőgombot, igen, hogy igen, tehát, hogyha bármi miatt lát, azt megnyom, abban a pillanatban fékezés megáll a jármű. Ez azt jelenti, hogy úgy is meg tud állni, hogy azért komoly sérüléseket az utasok ne szenvedjenek?
Ugye attól függ, mert itt az a, ha csúszok, akkor nem annyira tudok lassulni. Ha most ez rendes zárassinen történik, akkor hát ugye érzem, hogy hoppá, most itt hirtelen fékezés történt meg, jobban kell kapaszkodnom, vagy ha nem kapaszkodtam, akkor elindulok a jármű eleje felé, de nyilván nem úgy, hogy sérülést okoz, vagy nem. Ennél a rácsúszásos balesetnél akkor ön hogy látja, hogy személy felelősség igazából akkor nem is terhel senkit, mert hogy ez van, hát rá is csak levelek. Hát ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát ezt most még nem lehet tudni, mert ugye most a közlekedés biztonsági szervezet már a műszaki dolgokat megmondta, tehát a jármű adattárolót kiolvasta. Ez éppen az is egy nagyon jó pofa dolog, hogy azért jó pár évvel ezelőtt itt fel nem merült, hogy a járműbe adattároló valami megmondja, 60 balányféle paraméter gyűjt, tehát nem megmondja, hogy mi történt, hogy történt. Tehát ez egy hosszabb folyamat lesz ezt kideríteni. Tehát lehet, hogy volt az is nem. Tehát most nem úgy néz képességgel, hogy amennyire most láttam, abból nem mondanám, de szóval sok mindent kell még itt megnézni. Beszéljünk, hogy le fog járni az időnk, beszéljünk a 3-as metróról. Miért füstölnek ezek állandóan? Mikor miért? Igen. Ugye régi szerelvény, ez az egyik, tele van porral, nem tudom, minden az alagút, ugye azt ott fölszedi, meleg van, áram, ilyesmi, ugye ezek a problémák vannak. Most amennyire tudom, most fölszereltek le mindenféle tűzjelző szerkezeteket, tehát, hogy nagy baj tudjon csinálni. Én egy icipicit talán a karbantartást is ide sorolnám, tehát ugye az, hogy akik ott műszaki személyzet van, az nyilván mindent beletesz, amit csak be tud tenni emberileg, de nyilván vannak olyan tényezők, most adapszom, lehet, hogy alkatrésen nagyon lehet már kapni hozzá, mert azért annyira nem új. Szóval ilyesmiket mondanék. Nagyon jó, hogy itt van velünk egy szakértő. Ön most, ha metróval jön, nyugodt szívvel, bármely metró. Így teljesen, igen. Hát nem kell félnünk, nyugodtan. Nyugodtan, teljesen nyugodtan. Jó, na köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Számoltam.